Isten békével köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Speránca Reménység Televízió kereszt utadása. A mai alkalommal meghívom Önöket, hogy újból együtt tanulmányozzunk. Ugyanakkor tovább folytatjuk azt a tanulmánysorozatot, azt a beszélgetést, amit ebben a negyedévben évben célul tűztünk ki magunk elé. Ennek a tanulmánysorozatnak a címe Barátság az Istentől kapott küldetés öröme. Gyakorlatilag arról beszélgetünk, hogy mit is jelent megosztani hitünket, meggyőződésünket a Jó Istenről, élettapasztalatunkat, felebarátainkkal, ismerőseinkkel, azt oly módon, hogy az meggyőző legyen, megnyerő legyen. A mai beszélgetésünknek a címe az ígéről beszélni. Gyakorlatilag elérkeztünk a lényeghez. Ma fogunk arról elmélkedni, hogy mi is kell legyen a bizonyságtevésünknek a lényege. Mi vagy inkább ki kell álljon a beszédünknek a középpontjában. Az alapige, amelynek alapján megkezdjük a beszélgetésünket, az Ézsiás könyve 55. fejezet 11. versében így hangzik. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Szeretettel köszöntöm a stúdióban a meghívott vendégeimet, Demeter Dániel Lelki pásztort, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszöntelek teged, Lóránt és a kedves nézőket. Ugyanakkor szeretettel köszöntöm Balla Győző Csaba gyülekezet vezetőt, köszönöm, hogy együtt lehetünk és elfogadta te is a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást és szeretettel üdvözlöm a tévénézőket. Itt egy személyes véleménnyel szeretném, hogyha kezdenénk a beszélgetést, hiszen a tanulmányunk tág gondolatsora az örömről beszél, hogy gyakorlatilag a bizonyságtevés az örömmel jár. Véleményetek szerint mikor jelent teljes örömöt a bizonyságtevés az ember életében, esetleg a mi életünkben, a ti életetekben? Ö, nagyon szép ez a tanulmány és ez a gondolat, ami bevezeti a tanulmányunkat az öröm és a barátság, mert ez a két szó jelenik meg a Tanulmány főcímében. A földi életünknek van egy fontos küldetése, és ez nem más, mint bemutatni Istent és az ő szeretetét. Akkor tudjuk Istent bemutatni és is az ő szeretetet, amikor megismertük Istent, és megtapasztaltuk, vagy megéreztük az ő szeretetét az életünkben. Az az ember, aki nem tapasztalta meg Isten jóságát és szeretetét az ő életében, egyrészt nem tud örvendeni az Istennek és az életnek, és másrészt nem lesz ereje, hogy bizonságot tegyen az Isten, mivel nincs mit mondjon az Istenről. Ezért az én érzésem és félelmem az, hogy nagyon sokan például a keresztények közül, akik templomban járó kereszténynek mindegy az, hogy milyen felekezethez tartoznak, és milyen gyülekezetben járnak, ki vannak téve annak a veszélynek, hogy a hitéletük és vallásos életük lekorlátozódik egy bizonyos templomba való járáshoz, hetente, rendszeresen, hetente többször eset szerint, ahol az emberek elmennek, részt vesznek az Isten tiszteleten, eléneklik az éneket, elmondják az imát, és ennyi. És ebből kimarad a lényeg. Azaz, a bizonságtevés az Istenről. Mert ha valaki megismerte az Urat, és megízlelte, hogy mondja az igen, megízlelte az Isten jóságát, akkor azt nem lehet elhallgatni. Ha pedig elhallgatod, akkor azt jelenti, hogy igazából nem ismerted meg. És úgy gondolom, hogy minél közelebb jut valaki az Istenhez, és minél közelebbről megismeri az Istent, és az ő jellemét is, az ő jellemének szépségét, annál lelkesebben tud majd bizonságot tenni, és nagyobb örömmel, hogy nekem egy olyan Istenem van, akit megéri szolgálni, mert egy felette igen jó Isten, aki egy dolgot kér tőled, és tizet ad vissza. Hát igen, ilyen a mi Istenünk. És akkor minden az életben, a hitelede minden átkonvertálódik örömre, örömre és, és, és barátságra, és boldogságra. És ez lenne az, amit fel kell fedezünk minden rendszeresen nap, mint nap, és minden egyes tévénéző, aki figyel bennünket, itt az ideje, hogy ellenőrizzék magukat. Tudsz-e, -e, tudunk e mi örvendeni a hiteletnek igazából, vagy csak úgy éljük, mert így szoktuk meg? Hogyan látja egy gyülekezet vezető azt, hogy mit jelent az öröm az Isten megismerésében és a bizonyságtevésben? Tehát az öröm az egy külön fogalom, és uh, mikor uh, például, uh, ha egy örömünk van a mindennapi életben, ahol mi nem tudunk hallgatni. Azt elmondjuk másnak is. Épp úgy uh, a bizonságtevésben is miután, hogyha mi egy barátra találunk, egy olyan barátra, amit megtapasztaljuk a mi életünkben, hogy ő minden nap mellettünk van, ő vezet, vezet bennünket, ő tanácsol bennünket igéje által, ebben mi nem tudunk hallgatni ez késztet, hogy ezt elmondjuk másnak is, mondjuk el, ami barátainknak, mondjuk el. Sokszor van úgy, hogy találkozunk egy emberrel, megbarátkozunk, és úgy feltetszik a kérdést, hogy vajon hogy is találkoztam pont ezen emberre, és miért kellett ezen barátság megalakuljon. Tehát a személyes tapasztalatból elmondom, hogy a jó Isten szervezi ezen találkozásokat és ezen barátságokat. Azért, mert van egy feladatunk. El kell mondjuk a mi barátainknak, azt, amit mi megismertünk. Azt mondja, hogy van egy barátunk, egy olyan barát, mert már oda jutottunk manapság, hogy sokszor felhív egy barát, és nincs időnk rá, azt kell mondjuk, hogy visszahívunk későbben, és későbben visszahívjuk. De van egy barátunk, akihez bármikor fordulhatunk. És ezt el kell mondjuk ami új barátunknak, hogy mi találtunk egy olyan barátra, aki bár a napnak bármely órájában fordulhatunk hozzá, mert ő kész, hogy minket meghallgassunk. Valójában az az akarat a Jó Istennek, hogy az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal testvéri baráti kapcsolatra jussunk, és erről bizonyságot tudjunk tenni. Azt látjuk a mindennapokban, hogy ezt többféle módon, többféleképpen lehet megtenni, és olykor vannak olyan területei az életnek, amiben nem szavak által tudjuk kifejezni azt, hogy gyakorlatilag még szoros kapcsolatban vagyunk a Jó Istennel, az ő fiával, hanem ami munkánk által fejezhető ki, ami magatartásunk által. Tény az, hogy mindegyikünk fel kell fedezzük, és fontos, hogy felfedezzük azt, hogy mi a részünk a tevésben és hogyan tudunk bizonyságot tenni arról, aki, akivel egy közeli kapcsolatba kerültünk, és megértettük azt, hogy ő mindent idadott nekünk, az Úr Jézus Krisztusról lévén szó az ő életét, ami a legértékesebb, az atyáról lévén szó az ő fiát, honnan tudhatjuk meg, hogy küldetésünk van az Isten munkájában. Esetleg csak egyeseknek van küldetésük, a lelkipásztoroknak, gyülekezetvezetőknek, vagy ne talán több mindenkinek, mondhatjuk azt, hogy mindenkinek. Honnan tudjuk felmérni azt, hogy küldetésünk van, elhívásunk van? Minden egyes keresztény embernek van egy személyes küldetése. Ezt a küldetést úgy értelmezzük, hogy van egy általános küldetés, ami érvényes minden egyes ember számára. És ezt úgy fogalmazok meg, hogy a mi küldetésünk, közös küldetésünk az, hogy mutassuk be az Isten szeretetét, és Jézus Krisztust mind megváltunk. Mi egy olyan világban élünk, amelyben nagyon sokan nem ismerik az Istent, és nem hisznek Jézus Krisztusban, sajnos a vélemények, vagyis a felmérések egyre jobban kimutatják, hogy szekularizálódik a keresztény társadalom, és egyre nagyobb a száma azoknak, akik már nem hisznek még Istenben sem. És akkor ez lenne a küldetésének a közös része, hogy mutassuk be Istent, mint egy szerető Isten, aki törődik velünk, és aki magának akkor bennünket Jézus Krisztus által, aki a megváltunk. De ezen kívül minden embernek van egy személyes küldetése. Ezt tudni kell, és nagyon fontos, hogy mindenki felfedezze ezt a személyes küldetést, azaz az általános téma keretén belül, hogyan tegyek bizonságot Jézusról. Mert ennek minden egy formája van. És ez nem olyan egyszerű dolog. Felfedezni, hogy most én, hol találja meg a helyemet ebben a küldetésben, ebben az általános küldetésben. Nagyon fontos szerepe van a helyi gyülekezetnek. Most olyan emberekről beszélek, akik látogatják az Isten tiszteleteket egy gyülekezetben. Nagyon-nagyon fontos hogy mindenki kapcsolódjon be egy gyülekezeti életben, és fedezze fel a helyét abban a gyülekezetben, ahol látogat. A gyülekezet segít, hogy el tudjál elhelyezkedni a szolgálat területén. Lehet, hogy van egy gyülekezetvezető, egy lelkipásztor, lehet, hogy van egy ifjúságvezető, aki észreveszi a fiatalt, aki észreveszi azt a családot, akik egy kicsit visszahozottabbak, és nem nincsenek az élben. És felajánlani, nem szeretnél segíteni, szolgálni ezen a területen, azon a területen. Vannak emberek, akiknek a szemük rá élesedett, hogy felfedezzenek küldetéseket, és embereket, akik azt a küldetést tudják elvégezni, és ők tudnak segíteni, felfedezd önmagadot. Nagyon fontos, hogy mindenki valamilyen formában aktív részt vegyen ki a gyülekezeti életben, és nem maradjon a lelátóba, passzívan mint a szurkolók, akik, akik drukkulnak és kritizálnak. Tehát ez az egyik része, amit szeretném elmondani, és a másik fontos gondolat az az, hogy a Szentlélek ajándékokat adott mindenkinek. Minden egyes keresztény ember életében van legalább egy ajándék, amit a Szentlélektől kaptunk, de annál több van. És azt fel kell fedezni és kamatoztatni. Pont, hogy a példázatban olvasunk, az egyik kapott ötöt, a másik kettőt, a harmadik egyet. Ez csak egy, ez csak egy példa, amivel szemlélteti Jézus, hogy mindenkinek van egy képessége, egy talentuma, egy, egy adottsága, amit kamatoztatnia kell, Egyrészt a gyülekezeti életben, és másrészt pedig azon kívül a társadalomban, a szolgálattevésben, a családban, és így tovább. És ezek segítő eszközök, aminek segítségével fel tudom mérni magamnak, Hol tudnék én legjobban, leghatékonyabban szolgálni és biztonságú tenni Istenről? Tehát mindezek alapján azt látjuk, hogy a küldetés mindenkinek szól, minden egyes embernek. És ez egy nagyon fontos dolog, amit ki kell hangsúlyozzunk, hogy Isten nem marasztal el senkit a küldetésről sem. Tehát, hogyha ő megváltott az ő fia által, akkor meg is bízott azzal, hogy mondjuk el ezt a jó hírt, azon a szinten és abban a formában, azon a területen, ahol élünk és ahogy ezt meg tudjuk tenni. És azt is látjuk, hogy fontos felfedezni azt, hogy milyen adottságokat, talentumokat kaptunk a Jó ennek a munkának az elvégzésében. Mégis, miről kell szóljon a bizonyságtevésünk? Mi kell legyen a központi gondolat a bizonyságtevésben, amikor tettekben, vagy hozzáállásban, vagy szóban teszünk a vallást az Istenről. Tehát a bizonságtevésünk az nem az, hogy, nem az, hogy mi elmondjuk, hogy mit gondolunk. Vagy elmondjuk azt az éppensége, hogy mi mit hiszünk, hanem nagyon fontos az, hogy ismerjük az írásokat. És az írások által be tudjuk mutatni az örök érvényű igazságokat. Tehát vannak olyan igazságok elrejtve Isten igényében, amelyek nagyon fontosok, fontosok a mindennapi életben. Ezt mi meg kell keressük, és a Isten a Szent Lelke által. Tehát a Biblia nem olyan, mint egy más könyv. Tehát más könyvet olvasunk, de a Bibliának van egy olyan hatása, hogyha mi imádsággal veszük a Bibliát, és imádságos szívvel olvasjuk, és kérjük az Istennek szent lelkét, hogy azon igazságokat, amiket elrejtett a Bibliában, mivel a Bibliában én úgy képzelem, hogy úgy vannak az igazságok, mint amiképpen el van rejtve a kincs a földbe. Azután kell keresél, hogy megtaláljad a kincset. Az igazságok is a Bibliában nem van felszínesen vannak, hanem van, amikor némelyikkor el vannak rejtve, kell kutatni utána. De az Isten, hogyha mi kérjük az ő szent lelke által, kellő bölcsességet ad arra, hogy mi megtaláljuk ezen igazságokat, és ha kérjük, kellő bölcsességet ad az arra, hogy ezen igazságokat el tudjuk mondani másoknak is. El tudjuk, be tudjuk mutatni másoknak is a Isten szeretetét, a megváltási tervét, hogy mit tett, mi érettünk. És hogyha mi erre hajlandók vagyunk, és kérjük az ő lelkét, ő biztos, hogy meg fog segíteni. Van egy olyan sátáni sugallat sokszor az emberbe, hogy azt mondja, hogy nem vagy erre képes. Vagy hagyjad, hogy foglalkozzanak ebben azok, akik felkészültek erre, teológusok, de amikor ezt fogja érezni bárki magába, tudja meg, hogy ez sátán sugalata. Tehát mi minnyáján el vagyunk híva, nem csak a lelkészek, nem csak azok, akik teológiát végeztek, hanem a mindennapi életünkben is el vagyunk híva, hogy mondjuk el az üzenetet. És az üzenet úgy fog gyümölcsözővé válni, hogyha mi ezt próbáljuk élni is. Én úgy gondolom, hogy két részre oszlik ez a, Kérdés, vagy a válasz erre a kérdésre. Van egy általános értelme, a bizonságtevésünk Istenről és az ő szeretetéről szól, a megváltásról és a jövőről, amit az Isten készít minnyájunk számára, ami nagyon szép, felemelő és, és bátorító, és ugyanakkor tartalmazza a figyelmeztetőt is, hogy ha valaki elutasítja az Isten ajánlatát, akkor súlyos következményekkel jár. Ez is a bizonságtevéshez tartozik. De van a bizonságtérvésnek egy szubjektív oldala is, azaz mindenki úgy tesz bizonságot az Istenről, ahogyan megismerte az Istent. És van, akit megragadta az Isten szeretete, vagy az Isten jóságos, akkor örömmel és szívesebben beszél arról, vagy más megtapasztalta az Isten megbocsájtását. Vannak emberek, akik súlyosan védkeztek, és hosszú éveken keresztül terheket viseltek, lelki terheket és amikor évek után végre megkapta a módját, és hitáltal le tudta tenni azt a terhet, hát akkor úgy érzi, mintha repülne, és nem tudja megtartani magában ezt a szót. Egyszerűen, ha talál egy embert, annak muszáj, hogy elmondja, hogy milyen jó az Isten velem. Van, aki meggyógyult ugye, egy betegségből és akkor ő így tapasztalta meg az Isten jelenlétét az életében, és ő egy gyógyító Istenről fog bizonságot tenni, és itt tovább. Tehát van egy szubjektív része a bizonságtevésnek, és ez is benne van a bizonságtevésben. Tehát lefedi azt a tervet, amit az Isten fektetett az életünkre nézve, ami, amit elvár tőlünk, és ezek kimutatják Isten jellemének különböző oldalait, mert nekünk egy csodálatos Istenünk van, és az embereket kell engedni és bátorítani, hogy mindenki tegye az ő biztonság tevését ott, ahol ő legjobban tudja. Van, aki a szolgálat tevésen mindig ki van élezve a szeme, és lát egy bajban jutott szemét, egy szegény embert, egy lát egy szomorú ábrázott embert, odalé fáj valami, szomorú vagy, mások nem is veszik észre, tehát kinek milyen adottsága van, és ezért szép hogy az Isten nem terhetett bennünket egyformának, nem szeroxolt le, hanem különbözőek vagyunk egymástól, és mindenki tud érvényesülni azon a területen, ahol ő legjobban tud érvényesülni. Szeretném, hogyha most az alapigére koncentrálva, egy néhány gondolaton keresztül elmondanánk azt, amit megértettünk belőle, és pedig melyik az a szó, és miért ez a szó, amelyik biztosan meghozza maga eredményét. Az ígére összpontosítunk, amit felolvastunk a legelején. Mm -hmm. Tehát itt szó van Isten szaváról, hogy Isten szóla és meglett. Tehát Isten megszólalt és létrejött. Itt be van mutatva az aranyszövegben, és azt mondja, így lesz az én szóm, amely számból kimegy, hogy nem tér hozzám vissza üresen. Hogy nem tér vissza üresen? Úgy, hogy Isten munkálkodik az ő szent lelke által, és így meghozza azon, azon szó az eredményt. Tehát a életünkben is, hogyha a mi bizonságtevésünk társul a mi viselkedésünkkel, akkor így a szentlélek által a mi bizonságtevésünk is meghozza az eredményt. Szeretném egy kicsit kiszélesíteni a gondolatokat az Isten szava kifejezés alatt, értjük az Isten tervét is. Nem csak szó szerint az ő beszédére, mivel Hozzátesszük azt is, hogy a hitetlenség megakadályozhatja az Isten szavát a mi életünkben. Tehát Istennek van egy terve és akarata minden emberrel szemben, de az élet bizonyítja, hogy nagyon sokan elutasítják Isten szavát. Szó szóval szerint most a Bibliára gondolunk, vagy pedig Isten verbális kielentéseit. Régén Isten szólt fizikailag verbálisan. De az Isten terve általános értelemben véghez megy. Akkor is, ha valaki ellenkezik az Isten tervével, azt megtehetem én, mint egyén, egyén, hogy kiszakadok az Isten tervéből, és elutasítom, ezt saját káromra tehetem. Azt is megtehetem, hogy másokat is befolyásolhatok, igen, ez is történhetik, mivel mindjárt egy befolyással rendelkezünk, és negatív irányban befolyásolhatjuk a körülöttünk levőket, ezért a Biblia arra tanít minket, hogy nagyon vigyázzunk a befolyásunkra. De azt nem tehetjük meg semmi szinált, hogy az Isten általános tervét akadályozzuk meg, nem. Ezt az Isten véghez viszi előbb vagy utóbb, az ő tervei fognak megvalósulni, és ez egy jó hír, mert azok, akik csatlakoznak az Isten tervéhez, nyertesek lesznek, a nyertes oldalon maradnak. Említettétek a válaszatokban azt, hogy a jó Isten hogyan valósítja meg, az ő eredményesség, eredményességét az ő szava által a mi életünkben. És elmondtátok, hogy ez a Szentlélek munkája. Mindenkinek lehetősége van a Szentlélekkel ilyen kapcsolatba kerülni, ami azt jelenti, hogy az Isteni szó az... az érzékenyé válik a mi életünkben, és érdekeltek leszünk abban, hogy a szerint éljünk. Hát mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy a, a Szentlélekkel együtt munkálkodva az Isteni szó szerint éljen, és a mindennapokban látható eredményét meghozza az ígének. Határozottan. Tehát az Istennek lelke mindenkit igénybe vesz és az Istennek terve az, hogy minden ember változzon meg, és uh, újuljon meg, és uh, lépjen be az Isten országában egy nap majd. De az Istennek van egy személyre szabott terve, ami a szolgálatot illeti. Itt két dologról van szó. Életünk megváltozása az egy kategóriához tartozik, és ez Isten általános terve egyforma mindenki életében, Mindenki számára férfió vagy nő, fehér vagy fekete, idős vagy fiatal. De amikor a szolgálatról beszélünk, akkor elágaznak a gondolatok, mivel az Istennek vannak különböző személyek, akiket ő kiválaszt különböző vagy különleges szolgálatokra. És arra a szolgálatra ő embereket készít. Ez nem érvényteleníti életünk megváltoztatását. Nem az párhuzamosan futnak, csak az életünk megváltoztatásához Isten némelyek életében, esetében hozzátesz még egy különleges szolgálatot, amit azt ő el kell végezni. Régen voltak a profétai szolgálatok például, tehát a proféta is kellett egy megült ember legyen, de azon kívül Isten egy különleges szolgálatra választotta őt. A tanítványok például, nem? 12 voltak, csak őket választotta Jézus, utána később Pál, aki egy Választott edény volt, maga Isten mondta róla, őt is az Isten elhívta, hogy változza meg az élete, meg is változott, de utána elvégzett egy olyan munkát, amit lehet, mi nem tudunk elvégezni soha, mert nem rendelkezünk azzal a képességgel és azzal a hívással. Tehát, tehát az Isten mindenkit megszólít a maga formában és a maga helyén, és bíznunk biz, kell ő benne, hogy senkit nem hagy figyelmen kívül. Az Isten beszédének, igének fontosságáról beszélgetünk ma, és feltevedik a kérdés, miért fontos, vagy miért volt fontos a testetöltés, az ihletet és a testetöltött igének jelenléte a mi életünkben, az emberi család életében, akkor azt látjuk, hogy a teremtés alkalmával a Isten nagysága az ő természete meglátszik mindezekben. Ha megvizsgáljuk a történelmet, a történelemben is megismerjük és felismerjük a Jóistennek a munkálkodását. Miért találjuk fontosnak azt, és miért találta a Jóisten fontosnak azt, hogy a természet általi kinyilatkoztatás, a történelem általi kinyilatkoztatás mellett a szó általi uh, uh, kinyilatkoztatás, megismerés is a miénk legyen a Jóistenről. Tehát nagyon csodálatosan teremtette Isten a természetet, a természetvilágot. Tehát ezáltal Istent megismerhetjük részben. Megismerhetjük Istent, vagy ha odafigyelünk a csillagokra, a csillagok mozgására, forgására, tehát komplex dolgot vettünk észre, amit Isten megteremtett, és ezáltal láthatjuk, hogy nem van véletlenül jött létre minden. De mégis fontos az, hogy Istent megismerjük az ő írásából, a szentírásból, mivel van olyan dolog, amit a természetben nem találunk meg. Tehát a megváltási terve a Bibliában van lefektetve. Itt találjuk meg azt, amit az Úr Jézus maga Isten eltervezett már az ember teremtése előtt. Tehát ő eltervezte azt, hogy az ember, ha valamiképpen elbukik, elrontja, elküldi az ő fiát és megváltja. Tehát részben megismerjük Istent a természet által, de a Biblia által megismerjük azt, amit személyesen mireánk vonatkozunk, és ez az, ami örömre buzdít minket, látva azt, hogy mit tett maga Isten mérettünk. Én úgy gondolom, hogy az Isten jelen van a természetben nagyon sokféleképpen. Csak hogy az ember annyira eltávolodott az Istentől, hogy már nem képes a természetben megtalálni az Istent, csak korlátozott, vagy pedig egyáltalán. És akkor Istennek váltania kellett, és módszert változtatott, elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, aki élőben bemutatta az Isten jellemét. És mi tudjuk azt, hogy ha valaki mond valamit, annak egy értéke van, de ha meg is mutatja azt, amit elmondott, akkor egészen más értéke van. Na most a természetben Isten adott információkat önmagáról, de az már nem elegendő, mert nagyon eltávolodtunk tőle, ez az igazság. De Jézus életében látjuk az atya képmását. Ezért Jézusnak volt ereje elmondani, hogy aki engemet látott, az az atyát látta. Aki bennem hisz, az atyát, az atyában hisz. Tehát Jézus a megnyilvánult atyai jellem közöttünk, és erre van szükségünk mi is, hogy hitáltal ismerjük meg Jézust személyesen a Biblia segítségével. Mert mi már nem élünk Jézus idejében, nem látjuk fizikailag, de hitáltal az evangéliumok oldalain e, látjuk Jézus jellemet, és meg tudunk barátkozni vele. Köszönöm szépen ezeket a nagyszerű gondolatokat. Tehát megértettük azt, hogy mennyire fontos az, hogy az Istennek ígéje, hogy mondja maga az ige élő és ható legyen a mi életünkben, mert azáltal közelről ismerjük meg Igen. elégségesen a jó Istent ebben a helyzetben, amiben mi élünk. Szeretném, hogyha beletekintenénk az ígébe, és kiderítenénk, vagy fényrehoznánk azokat a gondolatokat, igeverseket, amelyek nagyon gyönyörűen bemutatják az Isten és az ő ígére vonatkozó szimbólumokat. Milyen szimbólumokkal találkozunk a Szentírásban, amelyek az ígéről beszélnek, az ígének fontosságáról, küldetéséről a mi életünkre nézve? Itt egy pár szimbólumot találunk meg. Tehát a zsoltárosan szépen kifejtés azt mondja, hogy lábaim szövétneke a te ígéd és ösvényen világossága. Tehát szövétneknek nevezi, mivel a szövétnek azon időben egy világító forrás volt. Ha mai időben íródna lehet, hogy úgy írná le, hogy Istennek így van, mint egy reflektor, amelynek erős fénye van. Tehát itt be akarja mutatni és szimbólumként a világosságot. Tehát a világosság az, amely legyőzi a sötétséget. Vagy ha tovább Jeremiásnál megtekintjük azt, hogy nem olyan az én ígém, mint a tűz vagy mint a pöröly. Tehát itt más szimbólumokat használ, tehát itt használja Isten igének szimbólumként olyan, mint a tűz. Tehát milyen a tűz? Tehát a tűz az képes, hogy megemészse a bűnös szívet, átalakítsa. Míg a tüzet mire használják? Tehát a múltban, ha valamit meg akartak tisztítani, a tűzbe dobták. És a tűz az, amely megtisztít. Tehát ez is egy szimbólumként használja itt a tüzet. Vagy tovább használja a pörőt. Tehát mi a pörőj? Egy nagy kalapács, amely összetöri a bűnös szívet. Tehát ez is egy szimbólumként van bemutatva. Vagy ha tovább haladunk, ami nekem a legjobban tetszik, amint be van mutatva Isten igéjenek egy, egy, egy szimbólumban, mint a mag. Van Istennek ígéje, mint a mag. Milyen is a mag? Tavasszal nagyon sok magot szoktunk elvetni. És sokszor van, hogy már nem bírjuk azt, hogy lássuk, hogyha mi történt vele, és elmenjünk, és ott megpiszkáljuk. És hamarabb első látásra úgy látszik, úgy tűnik, hogy ezen mag elhalt. De miután ezen mag elhal, ha van türelmünk is várjuk, ezen magnak egy nagyon szép tulajdonsága van. Tehát a magból élet fakad. Tehát itt be akarja mutatni egyik szimbólum, Istennek ígéjét a mag, amelyből élet fakad. Tehát Istennek ígéje is olyan íge, amelyből élet fakad. Vagy ha tovább lépünk, be van mutatva, Istennek ígéjenek egy másik szimbóluma a kenyér. Tehát ha vissza, úgy elgondolunk, úgy próbáltam összekapcsolni ezen, ezen szimbólumokat. Tehát a kenyér nem létezik mag Tehát szükség van egy magra, amelyet elvessünk. Szükség van, hogy azon az magot kell ápolni. Ha ettesszük a -e sötét helyre, nincsen a világosság, az első szimbólum, akkor mi történik a maggal? Kibújik, de azután elhal, mert szükség van a fényre. Majd szükség van a, a pörőre, hogy azon mag össze legyen törve, készül belőle liszt. Majd szükség van a tűzre, amely Megsülye. megsüti, megsül belőle a finom kenyér, tehát ezen szimbólumokat használja azért, hogy jobban megértsük Istennek ígéjét. És még úgy összevetettem, és úgy elgondolkoztam afelett, hogy Istennek ígéje, tehát valójában olyan, mint ezen szimbólumok. Hogyha csak kiragadunk egyet ezen szimbólumból, nem értjük meg teljességében. Tehát össze kell vetni. Így van Istennek ígéje is. Ha kiragadunk belőle csak egy gondolatot, nem sokat értünk meg. De Istennek ígéjét, hogyha tanulmányozunk odaadóan, és összevetjük, tehát saját magát, magyarázza meg. Úgy, mint ezen szimbólumok. Van még egy gondolat, amit hozzá szeretnék tenni, amit mondtál, szükséges a fényre, a pörőre, a tűzre, hogy kenyér legyen belőle, de kihagytad a lényeget. Szükség van egy ember, aki elfogyasztja azt a kenyeret. Másképpen mire hasznos a kenyér? Na most így kötjük össze a gondolatokat. Ezek a szimbolomok kimutatják, hogy Istennek van egy terve, amelynek van egy eleje, közepe és vége. Istennek végső terve az, hogy bennünket megszerezen magának az örökké valóságon keresztül. És ezek a szimbólumok mutatják, hogy ebben a folyamatban több fázis van, vannak kellemes fázisok, de vannak olyan szakaszok, amelyek kellemetlenséggel jár, például a pöröly, amely zúz, tör, és jól mondtad, <kül> van az ember Emberi természetünkben egy olyan rész, ami a porba kell essen, a szikló reá kell essen, ugye egy más jelképet használok, ugye. Másképpen, ha nem esel te a sziklára, a szikla esik reád. de hogyha te, mint bűnös ember elengeded, hogy leesél a sziklára, akkor meg leszel tartva, mert a Jézus a szikla, ugye ez egy másik példa, szimbólum, és így megtisztítja a jellemünket. Ezek a példázatok, ezek a szimbólumok segítnek bennünket megérteni, milyen átfogó Istennek az ígéje, Istennek a jelleme, a terve, honnan indulunk és hova kell célba érünk. Köszönöm ezeket a nagyszerű gondolatokat. Ez is mutatja azt, hogy a Jóistennek ígéje mennyire meglepő és megfogó tud lenni azok számára, akik kutatják, akik tanulmányozzuk és mindig találunk benne érdekes gondolatokat, újdonságot. Egy néhány gondolatban szeretném, hogyha megvizsgálnánk, hogy milyen mértékben tehetünk egyenlő jelet, egyenlőséget, az szimbólumok, a szentírásban megjelenő szimbólumok, és élhetünk ezekkel a szimbólumokkal is, de ugye Dániel említettél más szimbólumot is, mint például a sziklát, és már el is mondtad, hogy kire utal. Ezek a szimbólumok mennyire tehetőek egyenlős, egyenlő értékbe a Szentírással és magával az Úr Jézus Krisztussal, azaz mennyire azonosak? Legtöbb szimbólum Jézus Krisztusban teljesedik be. Említette Csaba a világosságot, de Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Említhetjük a sót, Jézus azt mondja, én vagyok a föld sója, és utána ti kell legyetek azok, vagy pedig én vagyok a jó pásztor, vagy én vagyok az ajtó, vagy én vagyok a, a bárány, az Isten bárányai. Keresztelő János mondta, hogy ő az Istennek bárány, aki elveszi a világbőnét. És ezeken kívül még nagyon sok szimbólumot találunk a Bibliában, ó és új szövetségben, amelyek egyenesen Jézus Krisztusra utalnak. És ezekben látjuk, hogy Jézus teljesítette ezeket a szimbólumokat nála van a kulcs. Jézus nélkül ezek a szimbolomok elveszítik a szépségüket és erejüket és tartalmukat. Jelentéktelnek válnak. Mert a tűz, ez egy közönséges dolog, hogyha kiveszed a lelki töltetet belőle. A napfény fontos és jó, de akkor teljesen, amikor látod a lelki oldalát. Tehát Jézusban ezek a szimbólumok teljesednek, és ennek van egy másik oldal és, amiről egy kicsit később fogunk beszélgetni. Mielőtt akkor tovább mennénk, azért érintsük azt is, azt a gondolatsort is, hogy a mi életünkre nézve miért fontos, hogy ezek a szimbólumok beteljesedjenek. Igaz, látjuk azt, hogy az ígében a szimbólumok által fejezik jó Isten az ő akaratát. Ezt megláttuk a testetöltött ígében az Úr Jézus Krisztusban is, és említettetek egy néhány példát ezzel kapcsolatosan, de végeredményben Ugye ott vannak azok az igék is, hogy ti vagytok a világvilágossága, amiután elmondja az Úr Jézus, hogy ő a világvilágossága, elmondja, hogy mi is azok kell legyünk. És a só példáját is említetted. Miért fontos ezt megértenünk, és milyen üzenete van ennek a, az utalásnak, az Isten részéről a mi irányunkba? Még egy gondolat, ami úgy felébredt bennem, hogy Jézus a világvilágossága, és ami számunkra egy örömhír az, hogy legyőzte a sötétséget. Tehát a sötétség az sátánt jelképezi. A világosság Jézus Krisztust. Jézus Krisztus legyőzte a sátánt, és mi világosságban kell járjunk, hogy járjunk Jézus Krisztusban. És ha világosságban járunk, ez meglátszik a mi életünkben, megtapasztaljuk. Megtapasztaljuk egy, de világosságban járás örömét. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor de utána a azt mondta, hogy legeltest az én juhaimat. Tehát bennünket arra hív, hogy alpásztorok legyünk, vagy segédpásztorok. Együtt munkálkodók ővele, és ez egy nagy szó. Együtt munkálkodni Jézussal, ezt nem tudjuk kifejezni teljesen, szavak van. Ez egy nagyon fontos küldetés és hivatás. Vagy Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ de mi is azok kell legyünk a legszebb gondolat, amit ezekről a gondolatokról nagyon sok mindent el tudnánk mondani, de a legszebbet a következő tudom elmondani. Jézus a megmentőnk, ő a megváltónk. Nem vagyok megváltó, de tudok segíteni mások megmentésért. Egy fajta megmentő lehetek annak az embernek az életében, akit segítek, hogy fölemelkedjen a bűn mocsarából, hogy egy tiszta életet éljen megmentő lehetünk, szó szerint is fizikai értelemben, amikor megfogod a másiknak a kezét, hogy ne a szakadékba, és kiemeled, megmentője vagy fizikai életét, megmentetted. Megmenti az életünket az orvos, aki beavatkozik időben, megfelelő módon, és megmentőm lett. Nem a világ megmentő, egy kisebb megmentő. És tudok hozzájárulni valakinek az életében, hogy megmaradjon az életben, örök életet kapjon, mint egy közreműködő, vagy egy kollaboráns, egy, egy munkatársa Jézus Krisztusnak, ő az igazi megváltó, én pedig munkatársa, hogy fölemel embertársaimat az életre. Ilyen értelemben a mi életünkben is kell teljesedjenek ezek a szimbólumok egy kisebb értelemben, de az értéke ugyanaz. Ha tovább haladunk, akkor azt látjuk, hogy a Jóisten az ő szava által megteremtette a világot. A kezdetekben így indult a földünk történelme. A jóisten a teremtés alkalmával úgy döntött, hogy szavával teremti meg a mi világunkat. Vajon miért így alkotta meg a földünknek egy részét, vagy jelentős részét? Mindjárt aztán áttérünk a másik részére is. A szava által. Miért szava által hozta létre a mi világunkat és mindent, amit benépesített abban? Isten szavában megtaláljuk az ő teremtői erejét. A Héber nyelven egy különleges szó, de még meg a bará szó, ami kizárólag az Isten teremtői erejére utal. Ez egy olyan erő, amivel mi nem rendelkezünk. Most tudni kell azt, hogy <kül> az ember szavának is van ereje és hatalma. Gondolok például itt a katonaságra ugye a katonai erőre. Amikor a parancsnok kiadja a parancsot, mindenki teljesíti azt a parancsot, mert parancs. De ez nem egy teremtői erő. Ez egy emberi erő. Ugye, van a szülői tekinté például. Parancsol a gyermeknek, és a gyermek végrehajtja. De az is előfordul, hogy parancsolunk a családban, hogy mi mondjuk, és mi halljuk. Senki nem reagálja le. Ez is előfordul, ez mutatja, hogy a mi erőnk nem teremtői erő de az Istennek van teremtői hatalma. Ami azt jelenti, hogy amikor ő szólt, amit ő szólt, az lett. Legyen világoság és lett. Legyen növény, fű, fák, állatok, égi madarok, és minden, amit ő mondott szava erejével, az megtörtént. Ezt nevezzük teremtői erő. Ezzel mi nem rendelkezünk, de élvezhetjük az életünkben ezt az erőt, mert valahányszor egy ember megváltozik, egy régi emberből új ember lesz, egy bűnös emberből egy tiszt ember lesz, megnyilvánul benne ugyanaz az erő, amely megnyilvánult a teremtéskor, az Isten ereje. Mégis azt látjuk, hogy amikor az ember teremtése kerül sorra, akkor többről van szó, mint isteni szóról, amiben teremtő erő van, és azt megértettük. Nem a Isten az ő kezével megformálja az embert és életre hozza elő. Vajon miért döntött így az ember tekintetében, hogy azt megformálja, megalkossa, ne csak szavával hívja elő életre? Isten megtette volna azt, hogy szóljon és legyen ember. De látjuk, itt az ember egyediségét szeretném kiemelni. Tehát a fontosságát. Tehát Isten az embert mindennek felé helyezte, időt szánt rá, nem mondta és lett, hanem időt szánt rá, formálta, felsőbb rendűvé teremtette, mint a többi teremtett lényeket. Tehát ugyanmiképpen teremtette a virágokat, milyen csodálatosak a virágok, vagy teremtette a bármi más egyebet, az emberre egy külön időt szánt, mivel értékesebb, az ember, mint bármi más, és ezért áldását is helyezte az emberre. Istennek ígé elsősorban a mi számunkra uh, nyomtatott formában a Szentírásból ismerhető fel. És ez egy különleges áldás az emberi család számára. A kérdés az lenne, hogy olvasva, tanulmányozva Istennek kijelentését, amely évszázadokon át, évezredeken át megfogalmazódott az ő ihletése által, proféták ezt megírták, és így lett a miénk. Milyen áldások rejlenek az Isten ígéjének olvasásában, tanulmányozásában? Ez egy külön fejezet, és egy nagyon szép témakör. Azok az emberek, akik el tudják hinni Isten ígéjének a hitelességét, és igaz voltáját, bíznak az Isten igényében, nagyon sok áldásban fognak részesülni. Azok, akik nem fogadják el a Bibliát, nem most erről beszélünk, mint Istennek igéje, nem kapnak semmilyen állást Legfeljebb néhány információt, történelmi információk, vagy földrajzi információk, vagy költői, költészet találnak benne, és tovább. De nem kapják meg Mindenek fölött nem találkoznak az Istennel. Mert a legnagyobb áldás, ami a Biblia tanulmányozásából származik, az a találkozás az Istennel. Én személyesen találkoztam Jézus Krisztus Biblia oldalaim, Ő engemet személyesen megszólított, és én tudok vízni benne. A személyes tapasztalatot nehéz megcáfolni, szinte lehetetlen. Ez az én személyes tapasztalatom. Én megéltem ezt, én megtapasztaltam, én átéreztem a lelkemben. Tehát ez lenne az egyik legfontosabb áldás. A másik nagyon fontos áldás életünk megváltozása. És ez egy olyan fontos gondolat, amiről, amiről érdemes egy picit szélesebben beszélni, a Biblia sok mindent tartalmaz, történelmet, fölrajzott költészetet, proféciákat, zsoltárok, és tovább. De a legértékesebb oldala az, hogy benne munkálkodik az Isten ereje. Ugyanaz az erő, amely megnyilvánult a teremtéskor, megnyilvánul minden ember életében, aki olvassa és engedelmeskedik a Bibliának, az Istennek a Biblián keresztül. Megváltoztatja az életünket. És ezzel az áldással semmilyen más köv nem rendelkezik. Ezen kívül a Biblia sok más áldást nyújt, fejleszti az intelligenciát, élesíti az eszünket, képes tesz bennünket logikusan, tisztán, átláthatóan gondolkodni, megtanít a következetetésre, következete, következetes gondolkozásra, de a legnagyobb áldás az, hogy egy emberből egy új ember lesz. Egy olyan ember, aki elveszítette Isten képmását, majdnem teljesen visszaszerezte, és ezt szép, nemes, tiszta életet tud élni. Ez a nagy áldás a Bibliában. Miután megváltozik az ember élete, megismerve a jó Istent az ő igéje által, és ebben az értelemben az ige nem más, mint egy eszköz. Eszköz arra, hogy kapcsolatba kerüljünk a jó megismerjük az ő mienségét, az ő tervét az életünkre nézve. A nagy kérdés az, hogy megváltozott mi voltunkban. Hogyan tudjuk alkalmazni a jó szavát, tanítását, ugyancsak az életünkre nézve, de nem csak az életünkre nézve, hanem a mindennapokban, a másokkal való szóváltásunkban és munkánkban. Tehát ha Isten igeivel foglalkozunk, és abból táplálkozunk, akkor már mi gondolatvilágunk fokozatosan, tehát nem egyből, nem egyből történik meg, hanem fokozatosan alkalmazkodik ahhoz a témával, amivel mi foglalkozunk. És lassan azzá válunk, amit olvasunk. Hogyha megfigyeljük, nincsen nekem semmi kifogásom azok ellen, akik rockzenét hallgatnak. De meglátszik azokon az öltözködésen, viselkedésen. Így van a Biblia olvasása is. Hogyha a Bibliával foglalkozunk, ezen témakér, témakör foglalkoztat bennünket, így a mi gondolatvilágunkat átalakítja, és egyre jobban és jobban próbálunk, tehát még azon ígéret is áll, ami szám, áll a Bibliában ami számunkra, hogy Isteni természet részeseivé válunk. Tehát Isteni természetet nyerjünk. Tehát ez nem akármilyen könnyű dolog. Ahhoz, hogy a Biblia elvégezze az ő munkáját az életünkben, Isten lelke elvégzi ezt a munkát életünkben, az igé által el kell hinni a Biblia kijelentéseit. És gyakorolni kell ezt a hitet. Az evangéliumokban gyakran találjak azt a jelentést, hogy Jézus nem tudott tenni csodákat különböző emberek életében, a hitetlenségük miatt. Nem hittek benne. Sőt, azt mondja az evangelista, hogy Jézus csodálkozott, álmélkozott a hitetlenségük miatt. Hogy nem? Ő volt a megtestesült Isten, Isten fia közöttük, és nem hittek. És a hitetlenségük megakadályozta őket, hogy megváltozzon az életük. Na most a Biblia itt van a kezünkben, mindenki ingyen kapható, olcsó, ugye? Aki tud olvasni, már hozzáférhet. De ha valaki hitetlen kézbe veszi a Bibliát, semmi nem történik az életében. Sőt, ezer okot kap arra, hogy elutasítsa, és azt mondja, hogy ez vicc, ez egy mesés könyv, ebben nem kell bízni. Ha valaki hitet, hittel tekint a Bibliára, hit szemével olvassa annak tanításait, akkor aktiválódik az az erő, amit az Isten az ígében tett. A teremtő és az újrateremtő teremtő erő, ami Istentől származik. Egy utolsó gondolatsor, amivel foglalkoznánk a mai beszélgetésünkben, az lenne, hogy mikor lesz képes az ember Isten igények hirdetésére. Beszélgettünk erről a beszélgetésünk első részében, azonban most, miután két tisztázódott előttünk Isten igények értéke, és az, ami, amit elvégez bennünk, és hogyan megváltoztatja a mi életünket, Próbáljuk most megközelíteni újból ezt a kérdést, hogyan és miképpen leszünk alkalmasok arra, hogy hirdessük ilyen kifejezéssel élve Istenek igéjét. Tehát nagyszerű dolog, hogy Isten igéjét, igét hirdessük. Tehát ez egy öröm kell legyen ami számunkra. Tehát amikor az embernek van egy öröm, amivel nem tud hallgatni, azon örömet tovább kell mondja. És hogyha mi örvendünk annak, hogy megtaláltunk egy olyan Istent, aki nem csak megteremtett bennünket, hanem újjá is formál, újjá teremt minket, akkor ez örömre fakaszt, és ezt úgy érezzük, hogy el kell mondjuk másnak is. Ezeken kívül pedig mondjuk el azt is, hogy az ige hirdetés egy igényes feladat a szoros értelmében. Az, hogy hirdesd az igét, meg kell tanult az igét, olvasnod kell az igét, meg kell ismered az Istent az igén keresztül, el kell sajátítsad azokat a bibliai igazságokat, amelyekről szól a Biblia, ugye? hogy ne vezest félre az embereket, hogy ne taníts egy falcs evangéliumot. Tehát ez egy igényesebb szolgálat, de lehetséges, és nagyon szép. A jó hír az, hogy mindenki tud bizonságot tenni a Bibliával a kezében, a maga szintjén és felkészültsége szerint és ha őszintességgel párosol és sok-sok imával, akkor az Isten áldását árasza arra a A legnagyobb feltétel és a legfontosabb a teljes készség, amikor kész vagy az Isten kezébe tenni az életedet, és nyitott vagy, Uram, én tégedet akarlak szolgálni, és rólad akarok szólni az embereknek. Taníts meg engemet szóban és tettben egyaránt, akkor az Isten megadja az alkalmatosságot lehetőségeket nyit, helyzeteket hoz, amikor akár egy embernek, vagy egy gyülekezetnek, vagy egy nagyobb tömegnek bizonságot tehetsz. És ez lehet az iskola, a munkahely, a szomszédság, az ismerősök köre, baráti kör, testvérek, testvérek között nincsenek felső határos korlátja. És bármikor az Istenről szólunk valakinek valamilyen formában, ez is egy biztonságtevés az Úrral. Egy utolsó kérdés ennek a fontos beszélgetésnek a végén, ami Isten igéjéről szólt. Mit jelent a ti életetekben számotokra Istennek igéje? Tehát Istennek igéje élő és ható. Istennek igéje élesebb bármilyen fegyvernél, amely behat a szívbe, képes megváltoztatni a szívet, és képes megváltoztatni az emberi életet a mi hivatásunk az, hogy ezt, amit mi megismertük, mondjuk is el. De nagyon fontos, hogy mit mondunk, mikor mondjuk, és hogyan mondjuk el az embereknek. Az én életemben, Nóránt, ha egy személyes kérdést tettél, akkor így válaszolok. Legtöbbször az íge olyan, mint a világosság, és mint a kenyér. De néha pörőj és zúzó kalapács, nagy kalapács. Mivel nem mindig könnyű éljek, és gondolkozzak, és cselekedjek úgy, ahogy az igében olvasom. Ez a tiszta igazság. És néha úgy érzem, hogy többlet erőre van szüksége ahhoz, hogy az igének azt a részét is, vagy azokat a részeket is teljesítsem, néha megtörténik az is, hogy kudarcot valok, sajnos, és akkor majd jelenkezek az Isten előtt, és megmondom, hogy bocsáss meg, szeretném újra kezdeni, és örömmel el tudom mondani, hogy az Isten azt mondja, rendben, akkor kezdjük előről. És ez ennek a tapasztalatnak egy nagyon szép oldala, mert még nem történt az, hogy az Isten azt mondja, hogy sajnos most már minden lehetőséget eljátszottál, és kész, game over, hanem és te még mindig azt mondja, hogy akkor kezdjük előről. És ez a legszebb része a dolognak. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, a bizonyságtevést is, a áldjon meg benneteket. Mi is köszönjük a meghívást. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, eddig tartott a mai beszélgetésünk, amelynek az volt a gondolata, a témája, Istenek igéről beszélni. Nincs értékesebb dolog az életünkben, mint Istennek igéje, és nincs annál értékesebb, mint megismerni az igének lényegét, az Úr Jézus Krisztust, az Isteni személyt, azt, aki életét adta a mi életünk. Milyen jó lenne, ha mindannyiunk életében ez egy személyes tapasztalattá válna, hogy ne csak a, a, az a könyv, amelyben megirattak Istennek dolgai, akarata mi életünkre nézve, hanem Istennek lelke, ami életünkbe ott lenne, és az vezetné a mindennapjainkat. Ezt kívánom önmagam számára, és mindannyiunk számára, hogy egyé váljunk a jó Istennel, az ő akaratával, és az íge, amely egy eszköz ebben, váljon az is egyé ami mi életünkkel, és tudjunk bizonyságot tenni azáltal arról, akit megismertünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, várom önöket egy következő beszélgetésre is, a viszontlátásra.